Sok szeretettel köszöntjük a közönségünket. Mai sajtóklubunk vendége Gulyás Balázs, publicista, tőlem legtávolabb. Mellette Lantos János, a Kuruc Info újságírója, munkatársa, és itt közvetlen mellettem pedig Almási Ferenc, független újságíró, a Visegrád Poszt főszerkesztője. Az első téma, amit bedobnék, a hétvégén volt a Pride, ugye a homoszexuálisok elfoglalták Budapest utcáit. A Fidesz nem szólalt meg ez ügyben igazából, viszont a Mi Hazánk ellentüntetését betiltotta a rendőrség. Ugye több baloldali párt is képviseltette magát ezen a felvonuláson. Ott vonult például Dobrev Klára is a melegek között, és a Jobbik is hallgatott. Egyébként azt hiszem idén először volt olyan, hogy semmilyen közleményt nem adtak ki ezzel kapcsolatban, tehát még a korábbi években azért követelték a Pride betiltását, idén csendben maradtak. Sőt, olyat is hallottunk, hogy még azt is tervezték, hogy felvonuljanak, de ez nem megerősített információ. Na hát urak, mi a véleményetek erről a hétvégi eseményről, vagy igazából az egész hónapos programsorozatról és arról, ami Budapest utcáin történt? Kezdem én. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy ezen a lehetetlen időponton eljöttek, és érdeklődnek a politika iránt egyáltalán. Én biztos, hogy soha nem vonulnék föl, ugyanakkor nem értem az ellentüntetőket sem. Tehát nekem egy kicsit ez a látencia mutatkozik meg az ellentüntetőknek a fellépésében. Tehát én, bár heteroszexuális vagyok, soha nem szoktam ezt hangoztatni, hangsúlyozni. Nem megyek el tüntetni, nem posztolok ilyen fotókat homoszexuálisokról, hiszen miért is posztolni. Szóval engem igazából engem még az sem zavar, hogyha polgári házasságot megadnák nekik. Én nekem az egyházi házasság számít, és azt úgyse tudják soha megszerezni. Az úgyis csak a miénk marad. Úgyhogy bevezetőnek legyen ez a pár mondat, és akkor hadd szólaljanak meg a többiek is. Köszöntöm én is a tisztelt megjelenteket. Én a Pride kapcsán, illetve a homoszexualitás kapcsán egy nagyon súlyos bejelentéssel kezdenék. Látom, már itt riadtak az arcok. Nem kell megijedni, csak beszeretném vallani, hogy én allergiás vagyok a poratkára, és ezért szeretném, hogyha aki szintén ebben a betegségben szenved, csatlakozna hozzám, és jövőre együtt vonulnánk fel, és többletjogokat követelnénk. Na most komolyra fordítva a szót, lehet, hogy egy kicsit hosszabbra fog nyúlni, igyekszem rövidre fogni. Tehát komolyra fordítva a szót, a homoszexualitás kérdéskörét alapvetően három mérlegre kell tenni. Az egyik a tudomány, a másik az erkölcs, és a harmadik a társadalmi, vagy úgymond politikai mérleg. Hogyha ezt a tudomány mérlegére helyezzük, mivel nyilván én nem vagyok orvos, tehát szakavatott véleményt ezzel kapcsolatban nem tudok mondani, megoszlanak a vélemények pro és kontra, vannak, akik azt állítják, hogy ez egy betegség, rendellenesség, és tulajdonképpen azt is szokták mondani, hogy nincsen a homoszexualitásért felelős gén, ami ezt továbbadná. Megint mások azt mondják, hogy van ilyen, de mind a mellett azt lehet kimondani, hogy ez egy rendellenesség, ami tulajdonképpen egy orvosi kérdés is lehetne. Na most, hogyha rátesszük az erkölcs mérlegére a homoszexualitást, és próbálok most a úgynevezett természeti törvények alapján véleményt megfogalmazni, és a vallást hát nem is zárójelbe téve, de azért nem ezzel az érveléssel fogok kezdeni, mert nem biztos, hogy mindenki, aki itt van, mondjuk vallásos, ám bár én mondjuk szeretném, de hogyha ezzel az attitűddel közelítjük a homoszexualitást, akkor azt mondhatjuk, hogy a szexualitás természet adta célja az, hogy a teljes testi-lelki önátadás, amire a fizikai és pszichés okok miatt csak egy férfi és egy nő képes. Tehát ebből a szempontból is azt mondhatjuk, hogy rendellenesség a homoszexualitás. De mindezeken
túltekintve, hogyha csak ebből a kettő szempontból kellene ezt közelíteni, akkor én nem is foglalkoznék az egésszel. Mert tényleg, a szexualitás az egy magánügy. Mindenki azt csinál, amit akar. Tehát én ebben nem szólnék bele, hiszen nincs is rá jogalapom. Ami miatt viszont mégis beszélünk erről a kérdésről, az a harmadik mérleg, amire rátesszük a homoszexualitást, hogy bizonyos körök, bizonyos lobbycsoportok ezt társadalmi, illetőleg politikai kérdéssé emelték. És teszik ezt mi olyan éllel, olyan céllal, hogy provokálják a többségi társadalmat, és tulajdonképpen hadat üzennek a normalitásnak. Mit értek ez alatt? Hát látni kell, hogy a különböző Pride felvonulásokon papírreverendába öltöznek, Nagy Magyarországos zászlót gyaláznak meg, stb. Tehát ugye miért kellene ennek velejárójának lenni annak, hogy valaki homoszexuális? Egyébként valamelyik nap hallgattam egy műsort, vagy talán olvastam valahol, és a nevét sajnos nem jegyeztem meg az illetőnek, aki homoszexuális volt, és kijelentette, hogy nem létezik olyan, hogy meleg közösség. És ő azt mondta, hogy azért nem létezik, mert hogyha lenne ilyen közösség, akkor ezt a közösséget látnák mondjuk homokzsákokat pakolni az árvíz idején, és más egyéb tevékenységeiket is látnánk, ami annak az ismérve, hogy tényleg ez egy közösség. És tulajdonképpen a homoszexuális lobby, ami évtizedekkel ezelőtt hallott először a hangját Nyugat-Európában, mára kiterebélyesedett egy, hogy nevezik ezt, LMBTQ, és akkor még az ABC-nek egy néhány betűje. Ezt én úgy nevezem, hogy genderizmus, és ez egy ideológia, és tulajdonképpen a 21. századnak az új totalitása. Olyan szexuális kisebbségeknek a jogait igyekszik felkarolni, amelyek valójában nem is léteznek. Tehát a gender szerint 70-valahány társadalmi nem létezik. Én most nem vállalkoznék arra, hogy mindezt felsoroljam, de biztos lehet majd olyan is, hogy én asztalnak érzem magam, és ilyen vágyaim vannak. Tehát gyakorlatilag ezeknek a szexuális kisebbségeknek a jogait felkarolni azért hülyeség, mert ezek a szexuális kisebbségek nem léteznek. Ez számomra legalábbis azt húzza alá, hogy ez mind a normalitás elleni támadásként kell, hogy értékeljük. És akkor ugye felmerült az is a különböző pártoknak a hozzáállása ez a kérdéshez. Én elsősorban a Fideszről szeretnék beszélni. Azt láttuk az elmúlt években, hogy a Fidesz, hogyha valamit el akar lehetetleníteni, vagy be akar tiltani, azt megteszi. Ennek ellenére mégis van Pride évről évre, és olvastam a hírekben, hogy jövőre valószínűleg Pécsen is lesz. És nem csak felvonulás van, hanem egy egész hónap, ami az övéké, és különböző helyeken tartanak különböző rendezvényeket, amiket ám bár nyíltnak hirdetnek meg, tehát úgymond nyitottak a diskurzusra, de mégis azt tapasztaltam például én magam is, keresztényként el akartam látogatni egy olyan rendezvényre, amelynek az volt a címe, hogy LMBTQ emberek a Bibliában. Nagyon érdekelt volna egyébként, hogy ez az ő kontextusokban mit jelent, de nem engedtek be minket, azzal a kifogással élve, hogy nekünk más a véleményünk, vagy legalábbis feltételezik, hogy más. Na de visszatérve a Fideszre. Tehát én azt látom, hogy egyfajta megfeleléskényszer is munkálkodik a kormánypártban ez irányban, mert egy fideszes képviselő azt mondja, hogy be kell tiltani a Pride-ot, a kormánymédiában olyan műsorok mennek le, amelyek a homoszexualitásról úgy beszélnek, mint betegségről. Tehát az egész közeg, amit teremtenek, ez arra enged következtetni, hogy ők ezt ellenzik. Tehát az alkotmányban van foglalva, vagy az alaptörvényben, kinek hogy tetszik a megnevezés, hogy a házasság egy férfi és egy nő között létesülhet csak. Ennek ellenére még annyit se tesznek, hogy például az Andrássy úton lévő felvonulásokat, ha ott volt, most nem annyira követtem, a közlekedés aránytalan akadályozása miatt akár kiszorítsák mondjuk a külvárosba, pedig én az egyébként tapasztaltam az korábbi években nemzeti rendezvényeknél, hogy egy Hősök terei rendezvényt annak apropóján tiltottak be, hogy zavarná az M3-as autópályának a forgalmát, tehát hogyha akarnák, megtehetnék. Úgyhogy vélelmezem, hogy a Fidesz azért engedélyezi ezt azon túl, hogy mondhatja, hogy hát mégiscsak demokrácia van, hogy kell egy ellenségkép, amit mutogathat, megmutathatják az esti híradókból, hogy hát tényleg most bocsánat, azt mondja, hogy milyen kusztustalanak ezek a buzik, így vonulnak, úgy vonulnak, ilyen jelképeket gyaláznak, olyan jelképeket, és az ellenérzést vált ki a társadalom többségéből, de
mint ahogy Huth Gergely mondta valamelyik műsorban, de nem kell ettől igazából félni, mert az alaptantervbe úgyse fog ez sohasem belekerülni. Én azt gondolom, hogy ez a tűzzel való játszás. Tehát az, hogy régebben csak egy felvonulás volt, most egy egész hónapot szentelnek neki, jövőre Pécsen lesz, és a világon az egyik legerősebb lobby a homoszexuális lobby. Én azt gondolom, hogy ez pontosan rámutat arra, hogy a Fidesznél, hogy ez csak egy ellenségkép, ez egy érdekelvű politizálás, és nem értékelvű politizálás. Tehát aki értékek mentén gondolkozik, az azt mondja, hogy lehet, hogy egyébként politikai hasznot hozna neki az, hogy mutogathatja a homoszexuálisokat kirívó eseteket a médiában elrettentésképpen, de az értékrendje alapján azt mondaná, hogy ennek nincs helye Budapest utcáin, úgyhogy még egyszer azt kell érvénnyel kijelenteni, hogy a Fidesz ezzel kapcsolatban kettős játékot játszik, és érdekelvű politizálás folytat, és nem értékelvű. Röviden, tömören ennyi. Köszönjük. Egy mondatot meg egyet, Szabolcs. Azt kifejteni, Lantos úr, hogy egyedül vele magázódunk, nem ismertük egymást, mert többiekkel tegeződünk, úgyhogy elnézést ezért a kavarogásért. Hogy nyugodtan tegeződhetünk mi is. Jó, köszönöm. Szóval, hogy kifejteni, mi az, hogy tűzzel való játszás, vagy játék? Vagy miért? Tehát lesz-e attól több buzi, hogy ők fölvonulnak? Tehát ezt el lehet-e kapni a buziságot? Ezt akartam volna így közbevetni. Én azt gondolom, hogy igen, bár ezt azért kifejtésre bocsájtanám, ezt nem ilyen egyszerű. Ez tudományos újdonság, úgyhogy ezt kérem, mindenképp fejtse ki. Tényleg, most nem ironizálok, komolyan mondom, hogy ezt el lehet kapni. Szerintem, mint genetikusan nem lehet elkapni, de azért azt el lehet mondani, hogy nagyon sokan divatból csatlakoznak, és nem is ez a probléma, tehát egy felnőtt ember eldöntő, hogy mit akar, de amikor azt látjuk, hogy országszerte olyan úgymond érzékenyítő tréningeket tartanak, amelyek iskolákban a gyerekeket bevonják, hát bocsáss meg, én nem akarom, hogy az én gyerekemnek ilyet oktassanak az iskolában. Én sem. És erre gondoltam a tűzzel való, hogy igen, vannak ilyenek, tehát a jelenlévők, tényleg érdemes volt. Vannak ilyenek, és szerintem te sem akarnád, hogy a gyerekeidnek ilyen oktató filmeket vetítsenek le, hogy nem, tehát hogy majd ő eldönti, meg be kell mutatni neki mindenféle szexuális orientációt, mert egy gyerek befolyásolható, és igenis rossz irányba tudja elvinni, és én erre gondoltam, hogy tűzzel való játszás, mert a Fidesz, ugye, politikai kommunikációjában arra játszik, nem értékek mentén, hanem érdekek mentén, hogy ellenségképet tartson fel. És szerintem, legalábbis az én magánvéleményem, ezért engedi a Pride felvonulásokat, hogy lehessen mutogatni. Csak hogy ez egy legitimációt ad nekik, és vérszemet kapnak, és egyre több ilyen lesz. Nem tudom, mennyire volt kielégítő a válasz, de én erre gondoltam. Ennél a témánál azért kielégítő szó az. Igen. Kicsit meleg ez a kielégítő. Jó napot, én meg nem tudtam bemutatkozni. Amasi Ferenc, csak annyit tennék hozzá, amit mondott Kisberg Szabolcs, hogy én félig francia vagyok, ezért is töröm a magyart, elnézést kérek előre, ha esetleg rosszul fogalmazok, de itt ez főleg azért érdekes, mert én nyugaton nőttem fel, 9 éve élek Magyarországon, és ugye a nyugat fejlettebb, mint Magyarország, ezt jól tudjuk, kicsit előrébb járnak, és ott már egy fokkal agresszívabb ez a gender, vagy LMBTQ plusz lobby. Ezt a parádét nem véletlenül hívjuk parádénak, mert ugyanúgy parádéznak az utcákban ezek a lobbik, mert ugye nem a homoszexuális emberek tüntetnek, hanem egy lobby. Ez egy szervezet, erő, bemutatják, hogy milyen hatalmasak azzal, hogy tudnak nyílt napon kötelezővé tenni, hogy mindenkinek el kell fogadnia, hogy ők vannak, és mutatják magukat, és ezt a mindenféle aberrációt, mert ami most még van Budapesten, még nem olyan durva, mint ami nyugaton látható, amikor 11 éves gyerek New Yorkban például queernek van beöltözve, és ilyen nem tudom, hogy ilyen egy kis 11 éves kisfiú be van öltözve nőnek, illetve bocsánat, kurvának, és olyat nyilatkozik a médiának, és mindenki le van nyűgözve, hogy milyen fantasztikus, olyat nyilatkozik, hogy nincs azzal gond, hogy a felnőttek
vonzódnak irántam, és hogy ez egy fantasztikus érzés. Egy 11 éves kisfiú mondja ezt. Ez már elfogadott nyugaton. Ez fog jönni. Ez a terv. De itt viszont hozzátennék egy dolgot. Nem akarok a Fidesz, vagy a Fideszest játszani itt az asztalnál, de azért egy dolgot úgy látok mindenki elfelejtett. 2011-ben el akarta tiltani az LMBT parádét a Fidesz, és honnan jött a vétó? Az USA-tól. És az USA azt mondta, hogy nem, szó se lehet arról, hogy ezt betiltjátok. Sok minden más lehet. Politikában, gazdaságban, sok minden más lehet. De ez az egyik sine qua non, az egyik olyan dolog, ami kötelező minden atlanti szövetségesnek. És mit látunk, hogy ugye most a Balkánban például azzal haladnak előre, ugye, vagy azzal mutatják, hogy haladnak, és hogy készen állnak csatlakozni az EU-hoz és a NATO-hoz olyan országok, mint például most újabban átnevezett Észak-Makedónia, hogy megszervezték a buzi parádét. Ez úgymond mint egy hivatalos, most nem jut eszembe a szó magyarul. Belépő. Igen. Vagyis, hogy tessék, megtettük a kötelező gesztust. Bemutattuk, hogy igenis hozzátartozunk mi is ahhoz a nyugati, értékrendhez. Mert ugye, amikor mindig beszélnek európai értékrendről, ők ezt értik. Ez a úgynevezett elfogadás, ami csak egy irányú, természetesen, ami nem fogadja el a kereszténységet, vagy más vallásokat se nagyon igazából, de természetesen a fő ellenség a kereszténység. És ezzel nagyon vigyázni kell. Nem szabad, mert ugye sokan azt hiszik, hogy mert itthon a Fidesz nagyon hatalmas. De a nagyvilágban azért nem olyan erős a Fidesz, és nem számít olyan sokat, és nem tehet azt, amit akar. És ha itt tudnak egyetlenek lenni a politikai ellenfelekkel, az nem azt jelenti, hogy bármit csinálhatnak itthon. Mert sajnos így van jelenleg, Magyarország egy kis ország, és sok mindent nem engedhet meg magának, mert nem vagyunk valójában szabadok, mert része vagyunk az EU-nak és a NATO-nak, amik bizonyos, bizonyos kötelező dolgokat kell elkövetnünk, vagy elfogadni, és ez a LMBT lobby, és ennek a parádéja, amit régen ugye, amikor a győztes, a katonai hadsereg, amikor legyőzött egy másik hadsereget, az ellenségnek a fővárosában parádézott ott a hadsereg, hogy tessék, lássátok, legyőztünk titeket olyan szinten, hogy már a ti fővárosotokba is tudunk felvonulni. Most ez ugyanaz, ez évente egy emlékeztető, hogy mi uralkodunk rajtatok, ez a lobby, ez most nem arról szól, hogy van néhány ember, aki szereti egymást, mit, nem erről szól. Ez egy ennél sokkal bonyolultabb téma, emögött olyan erők vannak, amik át akarják alakítani, vagy változtatni akarnak az embernek a természetén, az eszenciáján. Ugye, mint ahogy a kommunisták is, vagy a nácik is nem voltak megelégedve azzal, hogy milyen az ember, ugye? Hogy az ember nem elég önmagában, meg nem jó, meg változtatni kell az emberen, a természetén. Ezek az emberek akarnak ezzel a gender ideológiával, akarnak változtatni az ember természeten. Itt még egy kis dolgot hozzátennék. Szó volt erről az egész homoszexualitás dologról, hogy mennyire genetikai kérdés, én ezt nem tudom. Szerintem senki nem tudja jelenleg. Viszont részben azért kulturális. Az, hogy milyen helye van a homoszexuális viselkedéseknek, az részben kulturális. És ebből a szempontból is, mert nem vagyunk csak, azért mondom, veszélyes a természetes jogról beszélni. Mert a civilizáció nem természetes dolog. A kereszténység, a Biblia nem a természetbe találtuk, annak egy másik, jelleme van, jellege van,
egy civilizációt azt szándékosan építünk fel, és vannak kulturális dolgok, amiket választunk magunknak, hogy társadalomban tudjunk élni. És az, hogy a homoszexualitásnak milyen helye van a társadalomban, ez igenis fontos kérdés, és nem, mert ugye lehetne mondani, hogy természetes jó, oké, de akkor jönnek azzal a melegek, hogy vannak állatok, mit tudom én, két hím, aki egymással csinálja a dolgot, hát oké, léteznek homoszexuális viselkedések a természetben, az állatok között is, oké, de akkor ez mindent lerombol a civilizációból, hogy nem öljük meg egymást, ha nem értünk egyet, hogy nem erőszakolunk meg azt, akit kívánunk, vagy nem lopunk el az, ami kell. A civilizációt kell védeni, mert ezek a civilizációnkat, a keresztény civilizációkat akarják rombolni elsősorban. Én nagyon szerettek erről a témáról beszélgetni. Most két dolog lehet. Vagy, és hadd legyek egy kicsit pikkilt, vagy nekem nem elég jó a veszélyjelző készülékem, és nem érzem ezt a szörnyű veszélyt, ami leselkedik ránk, vagy nektek nem elég erős az identitásotok, már ne haragudjatok. Nekem sem, tehát nem tudok ennyit beszélni erről a témáról, mert annyira erős az identitásom, mint keresztény és mint heteroszexuális, nem foglalkoztat ez a téma. Hát látom, hogy egy csomó ember, aki magát homokos ellenesnek, vagy buzi lobby ellenesnek, vagy ezernyi más módon határozza meg, posztol olyan fotókat, hogy félmeztelen homokosok táncolnak ezeken a felvonulásokon. Engem nem érdekel, meg sem nézem azt a videót. Tehát tényleg döntsük el, hogy nekem gyenge a veszélyérzetem, vagy a ti identitásotok gyenge, és azért foglalkoztok ennyit ezzel a témával. Engem nem érdekel ennyire ez a téma. Csak röviden válaszoljatok, hogy még többi témát. Röviden. Szerintem sajnos neked gyenge az immunrendszered, mondhatnám. Szinte kitaláltam, hogy ez lesz. Csak annyit bevezetőként mondtam is, hogy például nyugaton már egy szintet lépett. Most azért tisztázzuk. Nézd meg, hogy hova vezetett. Franciaország vagy Svédország 50 évvel ezelőtt konzervatívabb volt, mint manapság Magyarország. És most milyen helyzetben vannak? Most oda jutott ez a gender lobby, hogy nem a parádéról szól ez az egész, ez csak egy része. Most oda jutottak, hogy a törvényeket módosítják, és hogy te aztán lehet, hogy téged nem érdekel. De amikor jön a törvény és azt mondja, hogy neked, a te gyerekednek kötelező lesz ilyet meg ilyet tanulni, vagy mit tudom én, bemegy az óvodába, 3 éves gyerekeknek, bemegy egy transvestita, hogy olvasson fel. Tudjuk, hogy ezek elszigetelt, vannak ilyenek, de ezek elszigetelt dolgok. Nem, ez csak most kezdődik, ez most kezdődik. Svédországban egyetlen óvodában megtörtént, és úgy jött le a cikk mindenhol, hogy Svédországban kötelező ez a transvestita dolog. Mert ez egy folyamat, ami kezdődik. Nyilván nem hirtelen történik meg egyből, ez egy folyamat, és ezzel felmérik először, meglátják, hogy milyen reakciók vannak, alkalmazkodnak. Most nézzünk vissza 10 évvel ezelőtt, 20, 30, 50 évvel ezelőtt, és nézzük, hogyan alakult ez az egész. Valójában nagyon gyorsan. Természetesen mi, ha minden nap foglalkozunk aktualitással, követjük a híreket, annyi információt kapunk, mert minden nap nagyon sok hírt el kell emésztenünk, és így nem tűnik fel, hogy fél évente valami kis új dolog történik. De most, ha egy kicsit hátra lépünk és megnézzük az összképet, akkor hirtelen felmerül, hogy van egy terv, amit igen, itt is próbálnak bevezetni. Hát erre mondják sokan egyébként, hogy összeesküvés elmélet, tehát... Két hiba van az összeesküvés elméletekkel, hogy az egyik hiba az, hogy mindenhol azt látni, a másik meg az, hogy sehol. A politika erről szól. A politika az, hogy emberek összeülnek, és megbeszéljük, hogy mi hogyan lesz. Térjünk át a következő témára, szerintem abban is lesz vita. 30 évvel, tehát lassan a rendszerváltás óta mégsem sikerült megoldani a magyar cigány együttélés problémáját. Igazából egyik kormány sem tett semmit. Mondhatjuk azt, hogy ha MSZP kormány volt, ott is volt egy-két dísz cigány kinevezve. Most a Fidesz kormányban éppen Farkas Flórián viszi ezt a posztot. Mint látjuk, sérthetetlen, hiába tűnt el, nem is tudom hány milliárd. Ugye ez 1,7, amiről tudunk. Igen, tehát ez az híd a munkavilágában. Igen, híd a börtönök világában címmel írtam múlt héten, egy kicsit reklámozzuk a Magyar Hangot, jó? Igen, tehát
semmi nem történik, a felzárkóztatásra szánt irgalmatlan összegek, nem, megtippelni se tudom egyébként, hogy az elmúlt 30 évben mennyit költött az állam a romák felzárkóztatására, de szerintem senki nem tudja ezt pontosan megmondani, de sok-sok milliárdot. Ezek mind magánzsebekbe vándoroltak szinte kivétel nélkül. Egyedül talán azt hiszem, hogy az a kis törpe cigány ember, hogy is hívják, Kolompár Orbán. Igen, tényleg olyan picike, egyszer csináltam vele interjút, és ülve kellett interjúznom vele, mert annyira picike. Na, tehát az... Még így is lehajultál hozzá. Tehát Kolompár Orbán volt az egyetlen, aki emiatt börtönbe került. És ugyanott tartunk, mint 90-ben, tehát semmi nem változott, nő a leszakadott réteg, borzalmas állapotú szegregátumok jöttek létre. Egy Nyírbátor mellett például olyan 5000 fős cigánytelefon, hogy hát oda azért nagyon, nagyon bátor gyereknek kell lenni, hogy bemenjen valaki. Tényleg elképesztő állapotok vannak, és senki nem törődik vele továbbra sem. Sőt, a cigány téma, cigány kérdés most már még a Fidesz eddig is nagyon óvatosan foglalkozott vele. A Jobbik közbeszédéből is lekerült, ők is messze elkerülik ezt a témát. Valahogy senki nem akar ezzel foglalkozni. Miért szerintetek? Vagy mi lehet a megoldás? Most kezdeném én, csak, mert... Csak rövidebben, mint jó, az rövidebb. Előbb. Kicsit pörgősebb legyen. Kicsit rövidebb lesz, de azért... De nem sokkal. Nem tudom, majd kiderül. Hát én nem is alapvetően azzal szeretnék foglalkozni a kérdéskörben, hogy hány milliárd ment el feleslegesen erre vagy arra, mert ez egyébként más témakörökben is felvethető, hogy nagyon sok milliárd megy el feleslegesen. Nem itt van a lényeg szerintem. Mondjuk én annyival kiegészítenek téged, hogy azt mondtad, hogy az elmúlt 30 évben, hát szerintem ez lehet több száz év is. De ez, hát én most csak a rendszerváltástól néztem, most az Kádár alatt. Igen. Tehát itt ebben a témában felszokott merülni az, hogy létezik-e olyan, hogy cigány bűnözés, vagy nem létezik. Na most az én felfogásomban, meg akik sokan itt vagyunk, azt mondjuk, hogy van, de hát ugye ez ritkán szokott kifejtésre kerülni, hogy mi az, hogy cigány bűnözés. Én erre azt mondom, hogy az különbözteti meg a cigány bűnözést, és itt hozzáteszem, hogy a cigány bűnözés itt ebben a formában nem feltétlenül egy etnikai kérdés, hanem egy olyan bűnözői szubkultúra, amihez sajnos csapódnak olyan magyarok is, akik ennek a szubkultúrának a vonzás körébe kerültek, de lényegében... Ja, bocsánat, közben vagyok, de akkor nem lehetne másik nevet adni neki? Majd ezt megvitatjuk, csak először ki szeretném fejteni, rövidebben, hogy mi a specifikuma a cigány bűnözésnek. Tehát az erőszakhoz való hozzáállás, tehát hogy eszköz vagy öncél. Nézzük meg az egyik leghíresebb úgynevezett magyar bűnözőt, a Viszkis Rablót, aki betört egy bankba, fegyverét fölemelte, és kilátásba helyezte az erőszakot, hogyha nem az történik, amit ő akar. Hogyha az történt, akkor nem alkalmazta feltétlenül az erőszakot, hanem elvitte a pénzt, aztán kész. Nézzük meg ezt egy cigány bűnöző, vagy három cigány suhansz esetében, akik egy borsodi faluban betörnek egy idős nénihez, kiskorúakról is beszélhetünk, akár 16-18 évesek, 30 ezer forint megtakarított pénze van a néninek, odaadná mindenféleképpen, mert érdemi ellenállást nem tud tanúsítani, ennek ellenére kinyomják a szemét, elvágják a torkát, megerőszakolják, meggyilkolják. Tehát azt lehet tapasztalni, hogy az a fő különbség, hogy a cigány bűnözők, ha kell, ha nem, alkalmazzák az erőszakot, a nem cigány bűnöző pedig, persze nagyon sok erőszakos ember van a magyarok között is, de nézzük meg az arányokat, hogy azért még mindig egy 9-9,5 millió magyar van ebben az országban, és mondjuk 500 ezer vagy maximum 800 ezer cigány, ők pedig minden esetben alkalmazzák az erőszakot, ez arra enged következtetni, hogy ez egy jóval összetettebb szociokulturális kérdés, és minden cigány felzárkóztatási program szerintem ezen múlik, hogy lesz-e a cigányságon belül egy olyan értelmiségi réteg, amely őszintén szembe mer nézni ezzel a problémával, hogy valójában a hazai cigánysággal kapcsolatban azért uralkodik hatalmas nagy ellenszem a többségi társadalommal kapcsolatban, mert ezt tapasztalják, és erre nem kifogás a szegénység, hogy ezt azért csinálják, mert szegények, mert akkor nézzük meg például Marian Kozma gyilkosait, Sztojka Ivánékat, akik X5-ös BMW-kkel jártak, nem gondolnám, hogy
filléres gondokkal küzdöttek volna, és nagyon sok ilyen esetet fel lehet tenni, fel lehet sorolni. Úgyhogy tulajdonképpen én abban láttam a dolognak a nyitját, hogyha végre egyszer ezzel szembenéz a cigányságnak a vezető rétege, akkor indulhat el érdemi párbeszéd, és minden más ennek függvénye. Nagyon sok igazság volt Lantos János szövegében, de annál több butaság és félrevezetés. Kezdem a legegyszerűbben. Felsorol egy esetet mind a két társadalmi rétegből, a viszkisrabló esetét, aki egyébként tudjuk, hogy a végén már erőszakot is elkövetett, tehát ez egy, kiragadunk egy esetet, és utána meg bedobunk ráadásul egy fiktív esetet, hogy kinyomják a szemét, meg mit tudom én, ilyen horror elemekkel tarkítva. Ezzel együtt, ez egy valós probléma, de alapvetően nem a többségi társadalmat kellene meggyógyítani? Hát nézzük meg, hogy nekünk milyen erkölcseink vannak. Milyen vezetőket tartunk háromszor kétharmaddal a nyakunkon. Hány milliárdot loptak, hány százmilliárdot loptak el a fejünk felől, és egy szavunk nincs hozzá, még mindig nem ég Budapest, még mindig nem égnek a, bocsánat, az épületek. Ez azért nem lehet összehasonlítani. Tehát, jó, hát utána el tudod mondani. Tehát semmit nem vethetünk a cigányok szemére. Ők is ugyanazt, amit ugyanazt, tehát az ő vezetőik is ugyanazt jelenítik meg, ami az ő társadalmukban megjelenik, és a mi vezetőink is olyanok, amilyenek mi vagyunk. Sajnos. Jó, én nagyon nem értek egyet azzal ezzel az összehasonlítással. Most az, hogy most arról volt szó különösebben, és János mondott néhány konkrét példát, ezek a erőszakos támadások, atrocitások embereken, ez nem összehasonlítható azzal, hogy vannak emberek, akik kormány szinten lopnak, vagy megkönnyebbítik a bizniszt a barátoknak. Két különböző bűnözési módszer. De ez egy másik téma egyrészt, és másrészt meg szerintem nem lehet összehasonlítani. Most, hogy mondjam, az, hogy embereket gyilkolnak, mégse, nem lehet... Magyarok nem gyilkolnak? Dehogy nem. De most egy most, nem tudom, összekeverted a két témát, hogy mondjam, a jogban is, magyar jogban, római jogban, minden rendes jogban, más fokon van ugye a lopás, meg a kínzás, meg a gyilkolás. Most miért hozhat össze ezeket? De most akkor nem értem. Tehát azt akarod mondani, hogy a cigányok azok csak azok csak kínoznak, meg gyilkolnak, a magyarok meg a lopást művelik. Vagy mit akarsz ezzel mondani? Nem. Én nem hoztam fel semmi ilyen egyszerűsítést. Nem, csak nem értetem, hogy hova akarták kijutni azzal, hogy azt, hogy semmit nem vethetünk a cigányok szemére, és a többségi társadalomnak is rendbe kellene tenni az erkölcseit. Ezt akartam mondani. Balázs, szerinted nincs cigánybűnözés? Bocsánat. Szerintem nem cigánybűnözés van, hanem van egyfajta bűnözési mód, amit valóban az alsó néprétegek követnek, akiknek a körében felülprezentáltak a cigányok, igen. Például az olasz liszkai lincselés, mert például a lincselés az pont ilyen, ami... Én nem tudom, én Budapesten közlekedve autóval, hála Istennek egyre kevesebbet, de Budapesten közlekedve autóval nagyon sok verekedést, türelmetlenséget, anyázást, nők elleni erőszakot látok az utakon, azért, mert mondjuk bevágott a Suzuki-ával a nagy Mercedes elé, és ezek nem cigányok, hanem látszólag fehérek. Tehát ez az erőszak, ez létezik sajnos a többségi társadalomban is. Az már más kérdés, hogy honnan alakult ki, meg honnan jött, vagy... Tehát ezt nem tudom, és erre azért nem akarok mondani sem. De ha jól értettelek, akkor tulajdonképpen azt mondtad, hogy azért ne kérjük számon a cigányokat, hiszen a többségi társadalom is olyan kormányt választott harmadszor, kétharmaddal. Nem azt olyan kormányt, hanem hogy eltűli. Tehát az erkölcsökről beszélek. A mi erkölcseink is a békasági alatt vannak sajnos. Jó, mondok egy konkrét példát. Vannak barátaim, akik vidéken élnek, akik fideszesek. És akkor egyszer belekeveredtem egy vitában, van egy kis baráti csoport, és ott van egy MSZP-s. És jött azzal, hogy de srácok, hogyan tudjátok... Még vannak MSZP-sek? Még van, én is meglepődtem, de 60 éves felett vannak. Kell, hála Istennek, amúgy, ha látja a videót, üdvözlöm, nagyon szeretem őt. Nem, az a fontos, hogy...
azzal jött, hogy ugye hogy tudjátok, hogy mondta, ezt a tolvajbandát támogatni. És azt mondta, hogy figyelj, nekünk jobb lett az életünk Orbánék alatt. Ja, értem, és akkor mindent, az erkölcsöket félredobjuk, nekem jó, 5 forinttal többet nem kapok, erkölcsök a szemétbe, hadd lopjanak akkor ők meg 100 milliárdokat. Tehát ez az elv. Nem. Amik az ő válaszuk volt, a fideszes barátainak a válasza az volt, hogy ők legalább úgy látják, hogy az ország valójában jobban teljesít, hogy nekik jobb lett, osztályi érdek, mondhatna egy marxista, jogosan. Az viszont számukra sose jönne eszükbe összekeverni az, hogy, mert mondják, hogy oké, lehet, hogy lopnak, valószínűleg lopnak, de mégis jobb lett nekünk. Úgyhogy nem érdekel, hogy lopnak, meg mások is lopnak. Ez a legnagyobb baj, ez a gondolat. Mások is loptak, és mások is fognak lopni. Jó, lehet mondani, hogy ez a gondolat, egyetértek. De tudunk nyilván olyan kormányt mondani 90 óta, aki nem lopott? Vagy az Antal kormány nem lopott, a 98-tól 2002-ig a Fidesz kormány nagyon keveset lopott, vagy legalábbis kevésről tudunk. Hát a szocialistákról ez nem elmondható. De ilyen szisztematikusan, amit 2010 óta a Fidesz kiépített, biztos, hogy még a szoszik sem loptak. Az én egy kétmondatos sztorit hadd mondjak el. Az én apám tavaly novemberben halt meg. Csak hogy érezze a közönség is, hogy milyen antikommunista emberről beszélünk. Ilyen élmunkás, hogy mi a francnak hívták, tehát ilyen legjobb dolgozó volt a győri vagongyárban. Mondták neki, hogy lépjen be a pártba, ez a 80-as évek eleje, mondták neki, hogy lépjen be a pártba, lesz minden, hiszen élmunkás plusz, hogyha pártag is, akkor aztán azt ki lehet állítani a közösség elé. És azt mondta, hogy nem, elment egy gépészmérnöki diplomával, elment takarítani. Tehát erről az emberről beszélünk. A halála előtt már szegény alig tudott beszélni, rákja volt, a hangja rettentő gyenge volt, azt mondta nekem, hogy fiam, ezek rosszabbak, mint a kommunisták. Ez az ember ezt mondta. És én bennem ez elég mély nyomot hagyott. Most mondhatjátok, hogy azért, hogy hagyott bennem mély nyomot, mert az apám, lehet, biztos ez is közre játszik, de én is vallom ezt. Ezek rosszabbak, mint a kommunisták. De, bocsánat, még egy fél mondat, aztán abba hagyom most egy ideig. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a kommunisták jók volnának, sőt. Csak röviden reagálnék aztán, hogyha lehet, akkor megyünk a következő témára, hát ezt majd eldöntöd. Hát nyilván tisztelet ezért az édesapádnak, viszont kicsit elkanyarodtunk azért az eredeti témától, és azért még egy rövid gondolattal reagálnék, mint egy összegezve az egészet. Még az Antal kormány akkor ugye nem lopott, a szocik loptak, a Fidesz még többet lop. Azt tapasztaljuk, ha megkérdezünk egy magyar embert, hogyha 3-4 cigány jön vele szembe az utcán, és ez MDF kormány alatt is, szoci kormány alatt is, Fidesz kormány alatt is, akkor inkább átmegy a túloldalra, mert nem szeretné, hogy kirabolják, vagy megkéseljék. Tehát úgymond ezek a cigánybűnözők kormánytól függetlenül ezt csinálják. Tehát még mindig ugye egy helyben toporgunk, hogy ez miért van. Igen, akkor térjünk vissza a témára. Igazad van, mert lehetne sokáig vitatni ezt az egész Fidesz dolgot. Ezt a bűnözés kérdést szerintem, jó, hát most nem megyek bele részletesen, de ugye az egyik oka az, hogy ugye a tradicionális életmódjukat, meg a tradicionális magyar társadalmat a 20. század elintézte, illetve főleg a kommunisták. És most meg a rendszerváltás óta ugye a liberalizmusnak az egyik következménye az, hogy egyfajta tabu lett minden kisebbség, és visszatérünk az első témára, mert ugye itt is megint előveszem, hogy nyugaton, ugye aki előre halad, nyugaton hogy vannak a dolgok, ott ugyanazok az erők próbálják felhasználni, először megszervezni minden kisebbséget, amit ők neveznek kisebbségnek, például Franciaországon például a muzulmánokat, a feketéket és a melegeket, stb. Nekik ezek mind egyenlő rangú kisebbségek. És egy olyan gondolkodási gondolkodási rendszerben vannak, hogy minden kisebbség úgymond szent, és hogy a többségből fakad minden gond. Magyarországon nem így alakultak a dolgok, kicsit máshogy alakult ugye a 20. századnak a második fele,
És igazából, ha sok mindent tönkretett a kommunizmus, néhány dolgot megtartott, nem szükségszerűen szándékosan, csak nem rombolták le úgy a társadalomnak bizonyos alappillérét, mint ahogy nyugaton a liberalizmus. Azért van az, hogy most előrébb jár ugye a nyugat az elfogadásban és a tömeges öngyilkosságban, mondhatnám. Ez fontos megérteni, hogy viszont az, hogy miután leszakadt Magyarország a keleti blokkból, a Szovjetunió hatalma alól, egyből elkezdődött egy nyugati integráció, ugye ez nyilván sok év telt, történelmi szinten nem olyan sok igazából. Lényeg az, hogy nagyon gyorsan el kellett fogadni, még egyszer ugyanazzal jövök, tudom, de mert ugyanarról van szó, el kellett fogadni bizonyos dolgokat, hogy nyugatnak a részese lehessen Magyarország. Ez azt jelenti, hogy ugye nem lehet fellépni a kisebbségek ellen, nem lehet úgymond elnyomni őket a nyugati standardok szerint. És ez az egyik oka szerintem, hogy nem lehet, már alapból nem lehet meg beszélni az egészről rendesen, főleg, hogy van egyrészt ez a tabu, hogy ugye van ez a második világháború óta, van nyugaton ez a, jogosan azért valamennyire, van ez a tabu, hogy védeni kell a kisebbségeket, és nem szabad rosszat mondani róluk, mert tudjuk, hogy hova vezethet, és hozzájön az, hogy vannak ezek a liberális, szélsőséges liberális csoportok, aktivista csoportok, akik hisztériáznak folyamatosan minden egyes ügyen vagy állügyen, hogy előrébb tudják hozni a agenda, hogy kéne mondani a... Agenda magyarul. Agenda, igen. Az, hogy ugye megvan nekik, még egyszer, van nekik egy terv, hogy hogyan kéne átalakítani a társadalmat, hogy szerintük tökéletes legyen. És ebben felhasználják a kisebbségeket. Ez az egyik része szerintem a válaszra. Az első az, és ez már évek óta, és igazából a Jobbik volt az egyik, aki évekkel ezelőtt beszélt erről, hogy ideje lenne leülni és párbeszédet kezdeni erről a témáról, mert ez az első gond, hogy nem tudunk beszélni a gondokról. Ez az első lépés. Semmi más nem fog működni, legalábbis erőszak nélkül, és azt hiszem, hogy normális, civilizált ember nem akar erőszakot. Az első lépés az, hogy beszélni kéne róla, és az, hogy ez meg tudjon valósulni, az első lépés meg az, hogy felszámlázunk ezeket a lobbikat, amik terrorba, a médiában a terrort gerjesztik azok ellen, akik beszélni akarnak ezekről a témákról. Egyébként valóban a liberális jogvédők egyébként tényleg nagyon rátelepedtek erre, jól lehetett látni, hogy ugye amikor volt Törökszent Miklóson a Mi Hazánk tüntetése, hogy annyi jogvédő szerintem még az életben nem járt egyszerre Törökszent Miklóson, mint vagy amikor... Vagy a körúton kívül, igen, mint akkor. Picit menjünk tovább, ha már itt áttértünk a cigánybűnözésre, ugye Mi Hazánknak van két javaslata, az egyik a szibériai béraptartás, a másik pedig a halálbüntetés társadalmi felülvizsgálata, amire egyébként a legutolsó közélemi kutatás szerint is közel 60%-os igény lenne. Tehát nagyon sokkal többen támogatják, mint ellenzik a halálbüntetés ma Magyarországon, legalábbis ez szerint a felmérés szerint. Illetve ugye a szibériai béraptartás az pedig arról szólna, hogy azokat a különösen vagy visszaeső bűnözőket, gyerekgyilkosokat, illetve politikus bűnözőket egy államközi szerződés keretében teremtsék meg a lehetőségét annak, hogy Szibériába tartsák fogva, ami egyébként gazdaságilag azért kifizetődő, mert itthon egy rabnak a tartási, napi tartási költsége olyan 5000 forint körül van, ott pedig, ha jól emlékszem, akkor ilyen 1200-1500 forint, tehát még ha az utat hozzáadjuk, akkor is jócskán megérni ott. Hát meg gondolom, akkor nem akarna visszakerülni esetleg a börtönbe, hogyha ott az orosz nagy hidegbe töltene el egy-két évet. Mit gondoltok erről?
vallás kezd, vagy... Hát ezzel az utóbbival ez egy akkora nagy baromság, hogy ezzel fölösleges foglalkozni. Tehát semmi jogilag nem kivitelezhető. Létezik ilyen egyébként. Semmilyen más... Létezik ilyen államközi szerződés. Most milyen? Európai Uniós államok? Európai Uniós államok közt, igen. Nem, Európai Uniós állam és Oroszország között létezik ilyen? Nem, Európai Uniós országok között. Tényleg zárjuk le, tehát egy kicsit a komolyságunkat szerintem őrizzük meg. A halálbüntetéssel kapcsolatban én nagyon sokáig halálbüntetés párti voltam, de az, amikor, tehát én, mivel keresztény vagyok, és megértettem, hogy senkinek nincs joga elvenni, még egy bűnözőnek sem az életét, ezért én nem tudom támogatni a halálbüntetés bevezetését. És aki szintén kereszténynek gondolja magát, ugyanezt tanácsolom, hogy igyekezzen ezen gondolkozni és eljutni ide. És addig is így gondoltad keresztényként, amíg Ferenc pápa a katekizmust nem írt át, mert egészen addig, és meg nem mondom, hogy pontosan melyik ez évben. Ez egy hatalmas tévedés, egy baromság. A jellegi katolikus katekizmusban az szerepel, hogy nem támogatja és ellenzi a halálbüntetés bármilyen formáját. Igen, de néhány évvel ezelőttiben viszont az szerepel, nem hogy bizonyos esetek... Én is a napokban olvastam, hát sajnos nincsen most itt egy példány, mert felolvashatnánk belőle. Nem tudom, itt van nálad? Van nálam egy ilyen kis érzéletem. Jó, majd megnézzük, igen, hát a jelenlegi lehet, hogy benne lesz, de mindettől függetlenül, hogyha a halálbüntetés kérdése merül fel, ez nagyon kényes téma, tehát ugye azért át kell gondolni, én azt mondom, nekem az az elvem, hogy ha lehet, akkor ne, de bizonyos esetekben, például visszaeső pedofil bűnözők esetében igenis komolyan fontolóra kell venni, hogy ez egy jogos büntetési forma. Illetve hazaárulás, ugye az is mindig is halállal járt. Most az a kérdés, hogy mi a hazaárulás, aztán az is a kérdés, hogy ha egy visszaeső pedofilt halálra ítélünk, de akkor hol a határ? Mindig ez a kérdés, hogy hol áll meg. No, nem tudom, ez a halálbüntetés kérdés, nem vagyok ellene, de nehezen támogatnám. Szerintem ezen sokat kéne vitázni még. Ami a szibériai bérraptartást illeti, nem hiszem, hogy ez bármilyen megoldás, mert mit kérne Oroszország cserében, ez az egyik, mert ugye ez nem szívességből... Ők építik Paks 2-t, nem addig. Hát elvileg arra már fizetünk és fizetni fogunk, úgyhogy nem tudom. Én szerintem a saját rabjainkat tartsuk meg, és mi intézzük a saját, itthon intézzük el a saját gondjainkat. Viszont ami egy fontos téma szerintem, én nagyon régóta azt gondolom, hogy meg kéne szüntetni a börtönöket, és inkább munkatáborokat tartani, mert a börtön a sokszor csak egy bűnakadémia, ami, mit mondtad is, sokba kerül, és holott egy tisztességesen, nyilván nem ne képzeljen bárki hülyeséget, egy rendes munkatáborban, ahol a rab többet termelne, mint amennyibe kerül az államnak, az már szimbolikusan is egy jó lépés lenne arra, hogy adjon valamit vissza a társadalomnak, és szerintem sokkal értelmesebb lenne a munkán keresztül, hogy mondjam, megoldani, hogy ezek az emberek vissza tudjanak illeszkedni, hát mármint azok, akik képesek lennének rá, hogy aztán, amikor kijutnak onnan, tudjanak, esetleg megtanultak valami munkát, és tudnak dolgozni, és nem azzal töltötték az idejüket a börtönben, hogy bűnöző hálózatot építettek, hogy megtanultak, hogyan lehet hatékonyabban gyilkolni, vagy lopni, stb. Említettétek a pedofilokat, egyébként a kémiai kasztrálás is egy megoldás, ez is van olyan Európai Uniós állam is talán, ahol ez működőképes, igen, Lengyelországban kémiai kasztrálás van. Ez is jól hangzik. Minden, ami horror, az Lantos Jánosnak tetszik. Bármi, ami horror téma. Van, aki a végjátékokat szereti. Igen.
Szóval igen, Lengyelországban működik ez. De azért azt állapítsuk már meg, hogy a kémiai kasztrálás meg az, hogy valakit megölünk, akkor között azért elég, ez a kettő elég távol van egymással. Ja, én azért hoztam föl, hogy a pedofilok esetében például ott a kémiai kasztrálás a halálbüntetés helyett. Hát akkor ebbe egyetért. Tehát végre egy olyan téma, amiben mindenki egyetért. Nem találtad meg közben? De megtaláltam, tehát elég egyértelmű. Tehát azt mondja a halálbüntetés megengedhetetlen, mert vét a személy sérthetetlensége és méltósága ellen. Ez az a átírás, amit Ferenc pápa eszközölt. Előtte az volt, hogy ezért elmondom, hogy mi volt előtte, de az volt... De nem fake news, akkor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fake news oktat, mert én teológiát tanultam ott, és nem az volt, hogy kötelező halálbüntetés, az volt az évszázados tanítása a katolikus egyháznak, hogy bizonyos esetekben, hogyha a társadalom önvédelme elve alapján nem lehet ezeket elszaporálni, akkor megengedhető. Benedek pápának volt egy ilyen kiegészítése, vagy második János pápának, azt hiszem, inkább az utóbbi, ennek is utána tudsz nézni, amikor egy olyan kitétellel élt, és a katekizmus bele lett írva, hogy de a mai körülmények között ezek az esetek már annyira minimálisak, vagy nem is léteznek, hogy nem reális a halálbüntetés, de egy elvi megengedhetősége megvolt egészen addig, amíg Ferenc pápa át nem írta, és csak erre akartam én rá. Nem elvi, hanem gyakorlatilag is felnégyelték kompányt, akkor mi is négyeljünk föl ember. Én ezt nem állítottam, és azt sem állítottam, hogy ez ne sértette volna a nevői parancsolatot. No, akkor evezünk egy kicsit békésebb vizekre, már nem tudom mennyire békés. Lassan itt az önkormányzati választás, ugye még nem írta ki a köztársasági elnök, de valószínűleg október második hétvégére esik. Napi szinten olvashatunk arról, hogy itt is megállapodott az ellenzék egy közös jelöltben, mármint tehát ugye nem az összes ellenzéki párt, általában nem sikerül, ugye a Mi Hazánkat azt vegyük ki ebből, a Mi Hazánk ebben nincs benne. Hát az ellenzék köréből? Mert szerintem... Nem, a megállapodás köréből. Miért vennénk ki a Mi Hazánkat az ellenzék köréből? Hát, mert abszolút a Fidesz malmára hajtja a vizet. És azért az, honnan volt 100 millió forintja a Mi Hazánknak, hogyha akarunk erről beszélni, vagy akasztott emberházában nem beszélünk kötérről? Beszéltünk nyugodtan. Jó, csak ugye vendég vagyok, és azért kértem az engedélyedet. Tehát honnan volt több mint 100 millió forintja az uniós kampányra a Mi Hazánknak? Bizonyíték van. Fene tudja. Ja, értem. Akkor ez egy szabad állítás. Fake news. Kiszórni az összes háztartásba két-három alkalommal, több oldalas kiadvány. Egy alkalommal ment ki. Az egy 45-50 milliós tétel, én utána néztem. Csak az. Biztos, hogy van ennyi adakozókedvű a Mi Hazánk köreiben, meg oligarchák támogatják a pártok. Hát oligarchák, én inkább arra gondolnék, oligarchák hogy... a Fideszt meg a Jobbikot támogatták, ha már oligarcháknál tartunk. Igen. Hazafia, ennyi pénzetek? Jó, oké. Ennyi. Szuper. Oké, szuper. Hát akkor visszavonom. Tehát akkor gazdag Mi Hazánk szimpatizánsok a hazáért ezt megtették, és összedobták ezt a pénzt. Akkor ezt a témát lezárjuk. Ez elképzelhetetlen egyébként? Számomra igen, de hát... Ne személyeskedjünk, azt szeretném kérni. No, térjünk vissza a témára, tehát akkor még egyszer, tehát naponta jelentik be az ellenzéki megállapodást, ugye a Jobbik, DK, MSZP, Párbeszéd, ki van még benne, Momentum, LMP, a liberálisok nincsenek, mert ők ugye most akadtak éppen, hogy Janicsak Dávidot támogatják, aki, mit is írtak, hogy Hitler imitátorral jópofizott meg, tehát a liberálisok azért ebben nem vesznek részt. Igen, tehát úgy néz ki, hogy nagyon sok helyen egy-egy lesz, tehát hogy egy fideszes jelölt áll szembe egy közös összellenzéki jelölttel. Mit lehet ettől várni szerintetek? Szerintem nagyjából ugyanannyit, mint eddig. Vagyis? Totális bukás az ellenzék részéről. Tehát ez az elvtelen összeborulás csak a hatalom kedvéért,
és így összeadogatják, hogyha ennek a pártnak a támogatottságát összeadjuk a másikéval, és a többi, és a többi, az a valóságban nem azt a számot fogja kiadni, mint amit ők gondolnak, mert azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát mindig lesz olyan baloldali szavazó, aki nem szavaz a Jobbikra. Egyébként ezzel kapcsolatban a napokban olvastam egy felmérést, amely úgy szól, hogy nem tudom, hogy mennyire reprezentatív, meg hogy milyen körben végezték, de hogy a megkérdezettek 43%-a tartja antiszemita pártnak a Jobbikot, a Mi Hazánkot pedig 8. Tehát ugye ennyire mennek át a dolgok, és ebből gondolom én azt, meg hát nem csak ez sértő volt a Mi Hazánkra nézve azért? Nem azért mondom, hanem hogy ugye még mindig nagyon sokan nem nagyon vették alapot, hogy a Jobbik átment a bal térfélre, és ezért nagyon sok balos szavazó nem fog átszavazni a Jobbikra, ezért ebben a kontextusban 2 + 2 az nem 4, hanem jó esetben másfél, és ezért mondtam azt, hogy ez egy totális bukás lesz a balliberális több részéről, amelynek már a Jobbik is része. Ha azt mondjuk, hogy a Mi Hazánk a kormány szekerét tolja, akkor azt kell mondani, hogy a Jobbik meg a balliberális szekerét tolja. Miért néztek rám a Jobbik? Nem tudom, csak... Jó, akkor máshova nézek. Nem tudom, én szerintem egy kicsit emlékeztet ez az egész összefogás egyfajta... Nem mondjam, hogy ugyanaz, ne értsetek félre, de a logika kicsit ugyanaz, egy ilyen antifa logika, hogy minden csak Orbánt ne. De oké, de akkor mi a terv? Bukjon meg Orbán. Jó, de mit akartok csinálni, és mit fogtok tudni közösen csinálni? Legyőzzük Orbánt, de minek? Mit akartok helyette csinálni? Mit ajánlotok? Hát egy gyógycsejt. Hát, és sajnos egyre több embernek, főleg, hogy most az európai választáson azért elég rendes eredményt értek el a DK-sok. Sajnos most nagyon sok embernek ez így jön fel. Hát de most őszintén van egyetlen egy olyan karizmatikus vezetőt tudtok mondani a bal oldalon, aki most én nem szeretem Gyurcsányt, higgyetek el, de csak aki felér a de okos és karizmatikus. Én interjúztam. Mert most volna lehetett volna, csak hát ő tudjuk, ő elment YouTubernek. Még rövid, bocsánat. Ja, csak akkor azzal fejezem be, hogy viszont azért nem hinném, hogy teljes bukás lesz. Szerintem vannak néhány városok, vagy hát Budapesten most eredetileg volt esélyük, de szerintem most már kész, elintézték. De vannak más... Miért mondod ezt? Én is egyetértek vele, de kíváncsiak a véleményt. Szerintem a Karácsonyéknak a kis manővere az elintézte az egészet, az, hogy a hogyan állt hozzá az egészhez. Ő egy fiatal, de old school politikus, én úgy látom, és szerintem neki ő a business as usual, azt tolta, hogy szokás szerint a lényeg az, hogy nyerjünk, próbálkozunk, és lesz, ami lesz. És nem volt benne az a szándék, ami szerintem az ellenzéki, hogy mondjam, tömbben volt, hogy a legalkalmasabb jelöltet nevezzük ki, és közösen próbáljunk valamit, egyáltalán nem. Ő csak látta, hogy le tudja dőzni a többieket, és ő lenni a legjobb pozícióba, de nem fog sikerülni, mert Tarlós ellen Karácsonynak szerintem semmi esélye nincs, és nem is sikerült egybe tartani a tömböt. A Jobbik meg az LMP-se, a Jobbikkal és az LMP-vel se tudtak megegyezni rendesen, megy a kis háború Puzsér és Karácsony között, úgyhogy szerintem Budapesten, ahol volt esély, mert itt megint az európai választáson, nem a legprecízebb felmérés mondjuk, ha belső politikáról van szó, de azért az ellenzéki tömb megerőzte a Fideszt. Úgyhogy papíron volt lehetőség az ellenzéknek, de most úgy látom, hogy Budapest elcseszték. Szerintem matematikailag egyébként volna esélyük, csak hogy ez az alkalmatlansága, ez azért ki fog hatni a kampányra. Tehát hogyha most tartanák a választást, és nem, tehát most azonnal mindenkinek le kéne szavaznia, akkor Budapesten, akkor beszéljünk csak Budapestről jelenleg, Budapesten volna esélyük. De pontosan azért, mert teljesen alkalmatlanok,
használjunk erősebbet is, idióták, ezért nem, tehát a kampányt fogják elrontani, és azért fognak veszíteni, én azt látom. És persze ott van a Puzsér probléma, amit részben, hát én egy évadot ültem mellette a szabadfogásba, el tudom, tehát teljesen kezelhetetlen. Mit értesz az, hogy probléma, Puzsér probléma? Hát az, hogy az az 1-2-3-4-5% amit Puzsér el fog érni, az nagyon kellene az ellenzéknek. De tehát ez a probléma, valamint ott van az MSZP-nél a Molnár Zsolt probléma, ami nem tudom, hogy mennyire mehetünk bele ebbe, vagy két mondatot azért mondok róla, hogy Molnár Zsolt ez kollaborál, nyilvánvalóan kollaborál a Fidesszel, és nyilvánvalóan úgy fogja irányítani az MSZP mozgását, ugye jelenleg Karácsony Gergely mégiscsak az MSZP és a Párbeszéd jelöltje, hogy még véletlenül se tudjon nyerni Karácsony Gergely. Tehát ez a két probléma, amit nem fognak tudni kezelni, plusz ott van a teljes szerencsétlen alkalmatlanságuk, tehát ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy én is valószínűleg tartom azt, hogy Tarlós István megőrzi a helyét. Molnár Zsoltot már többen vádolták ezzel, de bizonyítani senki nem tudta. Dehogy nem. Most, tehát van egy közös, akkor belemenjünk ebbe? Belementünk ezt. Van egy közös üzlete, egy fideszes önkormányzatok rendelnek tőle ilyen különböző papírárut. Az ő nevére volt bejegyezve egy olyan, ő címére volt bejegyezve egy olyan cég, amelyik benne volt az 5. kerületi Rogánféle ingatlan mutyiban. Ugye ő volt az, aki a télen feloszlatta a MTVA székháznál a nyiladozó tüntetést azzal, hogy mindent elintézett és tessék hazamenni. Hozzáteszem, ehhez is kellett az, hogy az MTVA székházában bent lévő országgyűlési képviselők legyenek annyira buták, hogy higgyenek egy ilyen embernek, akiről nyilván nekik még több információjuk van, hogy mennyire van bekötve a Fideszhez. Tehát azt hiszem, hogy ez a három talán már elég is volna ahhoz, hogy elkönyveljük ők kollaboránsnak. Én még röviden szeretnék reagálni az előző Fidesz-Mi Hazánk kapcsolatra, mert kicsit nyitva maradt a kérdés, hogy a Fidesznek a szatellit pártja a Mi Hazánk vagy sem. Most azon túl, hogy a Mi Hazánknak lehetősége van számos témában úgymond jobbról támadni a Fideszt, és nem balról, hogy ezt a Jobbik tette, itt van az előbbi említett Pride, homoszexualitás kérdése, vagy a cigánybűnözés, és napestig lehetne sorolni, de nem is itt húzódik a fő határvonal a Fidesz és a Mi Hazánk között, mert az, hogy a Mi Hazánk nem csatlakozott a balliberális tömbhöz, az nyilván okot ad számos ember számára, hogy azt mondja, hogy a Fidesznek a szekértolója, ami nem igaz. Tehát a Fidesz nemzeti jobboldali retorikája, aki követi a politikát évtizedek óta, szemmel látható, hogy egy érdekelvű, érdekalapú. Mi, akik itt vagyunk, akár 10 éve, itt a Magyar-szigeten, többen a nemzeti radikális táborban, mi mindig ugyanazt mondtuk. Ugye pedzegetik, hogy Orbán Viktor 2015-ben, amikor a migrációs válság jelei mutatták, illetve éreztették hatásukat, sokáig gondolkozott, hogy úgymond beleálljon ebbe a kérdésbe. Tehát egy nemzeti radikális soha nem gondolkodra, hogy milyen álláspontot fogalmazzon meg, nem gondolna bele abba, hogy most ez szavazatokat hoz vagy nem hoz, hanem az értékei alapján, az értékrendje alapján nyilvánítani álláspontot. Most az a Fidesz, amelyik egy liberálisból lett nemzeti, teljesen világos, hogy az érdekei mentén, amire úgymond van kereslet, az alapján fogalmazza meg az üzeneteit, úgy építi fel a kommunikációit, és ilyen módon mindig is áthidalhatatlan ellen lesz a Mi Hazánk tagsága és szimpatizásai és a Fidesz között. Ezt azért miért mondta a pártelnökötök azt, hogy akár még a jövőben elképzelhetőnek tart egy együttműködést a Fidesszel, mármint kormányzati együttműködést, akkor miért nyilatkozta ezt, hogyha te meg azt mondod, hogy áthidalhatatlan. És egyébként még egy dolog, senki nem azért gondolja, mert hogy azt a stratégiát választotta a Mi Hazánk, hogy nincs benne ebben a baloldali együttműködésben, vagy ebben a teljes ellenzéki együttműködésben. Senki nem azért gondolja azt, hogy kollaboráltok a Fidesszel, hanem teljesen más okok miatt gondolják sokan azt. Az egy nagyon is érvényes stratégia szerintem, hogyha én egy újat akarok hozni, akkor nem állok be a többi régi mögé. Amellett, hogy egyébként nyilván egy MSZP mellé
ki az a hülye, aki égetni akarja velük magát. Tehát az egy teljesen érvényes politikai stratégia. Nem azért gondolja, hanem azért, mert a Fidesznek, hát nézd meg, hogy előtte, mikor Torockai László jobbikos politikus volt, hányszor hívták be a fideszes televízióba, és most hányszor hívják be? Vajon ennek mi a fene lehet az oka? Na, erre válaszolnék. Igazából szerintem nem a Mi Hazánk tolja a Fidesz szekerét, hanem fordítva. Hogy szerintem a Fidesznek érdeke, hogy azért valamilyen szinten létezzen egyáltalán a Mi Hazánk. Azért az elején kicsit segített, majd aztán jöttek az első támadások is azért. De azért, mert egyrészt ez része volt annak a küzdelemnek a Jobbik ellen, hogy végezzen a Jobbikkal. Másrészt, mert azért én többet foglalkozok külfölddel, meg inkább a világpolitika érdekel, az a szakmaköröm, és a fontos a Fidesznek, hogy azért külföldön rá tudjunk mutatni egy olyan pátra, és mondja, ne, várjatok, nem mi vagyunk a szélső jobb, mert ugye nyugaton a Fidesz egy szélső jobb párt lenne, itthon meg egy polgári jobb oldal, amiben vannak nemzeti érzelmű emberek, vannak liberálisok is, mindig is egy szövetség volt a Fidesz, de nincs egy valójában egy erősen megfogalmazott ideológiája, hanem inkább van Orbán, aki diktálja, hogy milyen irányba megyünk. Úgyhogy fontos a Fidesznek külföldön, hogy legyen egy párt, akire rá tud mutatni, mert a Jobbik már nem az. Régebben ott volt a Jobbik, hogy nézzétek, ott a szélső jobb oldal, és ha nem mi vagyunk, akkor ők lesznek. Remegjetek, és a nyugaton remegnek, mert ott, ha valaki felvesz egy katonai jellegű, vagy egy betyár sereges pólót, nyugaton már nagyon, hogy mondjam, már nagyon félnek, meg remegnek, és imádnak ezzel ijeszgetni saját magukat. Folyamatosan csinálnak riportokat arról, hogy miféle veszély van Budapest utcáiban, hogy hogy meséljek erre kis történetet. Rendszeresen megyek vissza Párizsba, meg nyugatra, és találkoztam 2-3 évvel ezelőtt egy újságíró, egy fiatal újságíró lányjal, aki elmagyarázta, hogy hát el akart menni Magyarországra valami fesztiválra, de végül is lemondta, mert ő negyed arab, és ezért attól tartott, hogy Budapest utcáin agyonverik a neonácik. Ez volt 2-3 éve. Csak hogy gondoljátok, hogy, és ezt halálkomolyan gondolta. Ezt gondolják nyugaton. Azt gondolom, aztán pár hete megtörtént Pécsett, hogy két itt tanuló orvosi egyetemre járó arabot megvertek, agyonvertek, ahogy te fogalmaztad. Én csak azt hallottam, hogy inzultálták őket. Hát meg is verték. Jó, Párizsban napi 200 ember vernek meg. És leginkább bevándorlók, vagy bevándorló származású emberek teszik meg. És erről semmi cikk és semmi nincs. Ez az egyik, hozzáteszem, mindenhol van valamilyen szinten bűnözés. Kelet-Magyarországon vannak komoly gondok, de Budapest azért egy nagyon biztonságos város. Viszonylag. Más nagyvárosokhoz képest. 2 millió ember lakja. Mindig lesz bűnözés. És én mindig azon kicsit mosolgok, amikor látom, hogy történt valakit agyonvertek az utcán, erről cikk készül. Cikket írnak, ha valakit megvernek Budapesten. Ilyen szinten biztonságos Budapest, hogyha egyszer történik egy ilyen, írnak róla. Amikor engemet megvertek Párizsban, akkor nem készült róla cikk, mert bementem a rendőrségbe, és akkor mondtam, hogy hát szeretnék bejelentést tenni, és a rendőr elnézett, hogy de miért? Hát megvertek hárman, jöttem vissza a buliból, és megvertek. Hátulról rám támadtak, nem tudtam védekezni, megvertek, 2 fogam eltört. Most komolyan? Bejelentést szeretne tenni ezért? Azt mondja, uram, napi 200 ilyen van Párizsban, nem foglalkozunk az ilyenekkel, menjen haza. Akkor az jogszabálysértett az a rendőr, azt tudod? Ilyen nincs, hogy nem veszi fel a feljelentésed. Jó, igen. Máshogy állnak hozzá a joghoz Franciaországban, mint itthon. Ez itt jogállam, az ott nem. Másik téma. Erre már nem jut időnk, mert kicsit túl is haladtuk az időkeretet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk önöknek, pedig köszönjük szépen a figyelmet. Gulyás Balázs, Lantos János, Tamás Ferencet és Kisvárt. Köszönjük!